Már vékony jégréteg borítja a Benkó Zoltán szabadidőközpont tavának felszínét. Azonban, mivel balesetveszélyes, szigorúan tilos a jégre lépni, csak a partról lehet gyönyörködni benne. Emiatt a szabadidőközpont taván korcsolyázni is tilos. Szerencsére eddig nem volt példa, hogy megszegték volna a szabályt a látogatók. A tó vékony jégén tehát nem lehet téli sportot űzni, a jégpályát pedig a hatályos pandémiás korlátozások miatt csak a versenyszerűen sportoló személyek használhatják. Így lakossági korcsolyázásra nincs lehetőség, adta hírő megkeresésünkre a Hírő Sport Nonprofit Kft. A házirend és a pandémiás szabályok betartása továbbra is kötelező a szabadidőközpontban. A játszótér, a bográcsozó helyek, a street workout pálya, a kültéri fitness park, a sportpályák és a hófánk pálya továbbra is le van zárva a pandémiás óvintézkedések miatt. A szabadba vágyóknak lehetősége van sétálni, kocogni és kirándulni a helyszínen. A dombra is fel lehet menni, azonban amennyiben ónos eső vagy jelentős mennyiségű hó esik, illetve ha jeges az út, lezárják a dombra vezető utat is.